Létezik egy tehetős vállalkozó, aki vagyonokat keres cége úgy egyébként legális munkájával. Milliomosunk egyébként eléggé introvertált, visszahúzódó, nem szereti a társaságot, sőt, ha teheti, kifejezetten kerüli azt, szülei meghaltak, ő maga pedig afféle másodállásban bűnözőket tesz hidegre a közjó és a rendfenntartás érdekében. A főszereplő pedig Ben Affleck. Kapásból rávágnánk, hogy ez a Batman! Nem. Ez Géza új filmje, A könyvelő. A történetben megismerjük Christian Wolffot, a magasan funkcionáló autistát, akiből militáns természetű apja kemény küzdősporttal igyekezett szó szerint kiverni betegsége látványos tüneteit. Christian időközben nagyfiú lett, megtanult egy rakás nyelvet, a világ szinte minden lőfegyveréből tartott han egyet, és amikor éppen nem a menőkönyvelőjén nyitatja a nagyvilágnak, akkor nagyobb maffia családokkal számol le, akár fényes nappal. Tevékenységére felfigyel a J.K. Simmons alakított a pénzügyminisztériumi fejes Ray King is, és megkezdődik a kergetőzés Christian Wolff valódi szándékai után. A könyvelő tipikusan az a film, amire egy hét múlva már senki nem fog emlékezni. Ez nem pusztán a gyengécske történet rovására írható, vagy Ben Affleck alakítására, aki még mindig nem hajlandó elfogadni a tehetsége kiélését, inkább a kamera túloldalán kéne kamatoztatnia. Viszont én nem tudtam elvonatkoztatni attól a szándéktól, hogy ezt a filmet kármentésre szánta a Warner, hogy felépítsék Ben Afflecket, mint hiteles Bruce Wayne-t, hogy szokjuk a kettős személyiségű harcost, aki nappal tollal, este ököllel küzd az igazságért, a tehetséges színészt és az akcióhőst, és hogy-hogy nem a törvény oldalán J.K. Simmons száll, aki a The Batmanben fogja alakítani Gordon hadnagyot. Persze a könyvelő igyekszik megmaradni önálló filmnek, de nem tesz túl sokat azért, hogy ezt a látszatot valóban fenntartsa. A történet zavarba ejtően sivár és egysíkú. Wolffot felfogadja egy nagyvállalat, hogy nézze át a könyvelését, mert valahol folyik el a pénz. Közben egy másik szálon John Bernthal tölti be a pénzért mindenre kapható verőlegény per biztonsági szakember szerepét, és nyilvánvaló, hogy a két figura útja idővel keresztezni fogja egymást. A konfliktus azonban abszolút nem kötött le, egyszerűen nem tudott érdekelni, mi fog történni Wolffal, hogy az utána nyomozó szervek éppen mikor milyen nyomon indulnak el, vagy hogy amikor a film végén előrántják a rossz fiút a kalapból, akkor az John Lithgow lesz, vagy valaki teljesen más. A könyvelővel az az igazi probléma, hogy rettentően rosszul kezeli az alapanyagát szinte minden területen. Szerintem az autizmus kérdését egy fokkal érzékenyebben is kezelhették volna, ahelyett, hogy azt állítja a film, hogy több évnyi küzdősport után belőled is lehet lényegében tünetmentes, igazságosztó szuperhős. A No Man's No Man témát is vehették volna komolyabban. Ne értsetek félre, aláírom, hogy a nagy dobás nem egy magát könnyen adó mű. De amikor az ember az ingatlan spekulációról néz filmet, szerintem nyugodt szívvel bele lehet őt vinni a részletekbe, hiszen a néző arra kíváncsi. A könyvelőnél is lehetett volna ezzel játszani. Persze nem az a cél, hogy nulláról mérlegképes könyvelői szintig felhúzzanak minket néhány óra alatt, de azért nem ártott volna, ha elhisszük, hogy akár Affleck, akár a készítők amúgy tisztában vannak azzal, mit csinál egy könyvelő. A film ezzel szemben nem igazán foglalkozik ezzel a témával. Affleck egyszer teleírja egy tárgyalóterem összes ablakát számokkal, és a film ezzel le is tudja a kötelező köröket. A látszat ellenére azonban a könyvelő nem egy rossz film, mert alapvetően nézeti magát, ugyanis jó ütemben váltják egymást a J.K. Simmons jelenetei, akit egyszerűen nem lehet megunni. Az a pár akciós nittés, amit meglepődtem, a humor. Egész ügyesen lett kikeverve a végeredmény, így megtartja a ritmusát, és csak ritkán fog feltűnni a több mint két órás játékidő. A film végeztével ugyanúgy éreztem magam, mint most valószínűleg ti is. Most ez jó film volt, vagy nem? Megérte megnézni, vagy nem? Igazából semmiben nem nyújt kiemelkedőt, sőt több területen inkább átlagon aluli minőséget nyújt, az viszont biztos, hogy egy hét múlva már senki nem fog emlékezni rá. Sziasztok!